Williams Televízió. A tradíciók idén is folytatódtak, hiszen szeptember utolsó hétvégéjén immár 15. alkalommal, és ezúttal is nagy sikerrel rendezték meg a vecsési káposztafesztet. A főúton, az Epres területén, valamint további külső helyszíneken több ezer érdeklődő kapott ízelítőt a vecsési káposztából, és persze a helyi sváb hagyományokból is. A rendezvényen a mindennapok tevékenységét jelentő káposzta mellett a helyiek ízelítőt adtak a vecsési sváb hagyományőrző csoportok, tánccsoportok, zenekarok, énekkarok programjaiból is. Az amatőr együttesek mellett pedig közismert előadó művészek is felléptek, ezzel is színesítve a kulturális programot. A vasárnapi program terményáldással kezdődött, majd jelmezes felvonulással folytatódott. Érdekesség, hogy a vecsési káposztafest mellett televíziónk is idén ünnepli 15. születésnapját, ezért aztán országgyűlési képviselők, polgármesterek és sikeres vállalkozók is felkeresték a Williams Televízió sátrát. Nem maradhatott el idén sem a hagyományos és jól bevált főzőverseny, melyen a szigorú zsűri ezúttal is nehéz helyzetben volt, hiszen mind a 47 induló kitett magáért. A Williams Televízió káposztás hústorta elnevezési finomsága az előkelő harmadik helyezést ért el a főzőversenyen. A vecsési káposztafesztről részletes összeállításunkat jövő heti magazinműsorunkban tekinthetik meg.